Üveggyűjtési akciót szervezett az önkormányzat. A használaton kívüli üvegpalackok, befőttes üvegek, boros és sörös üvegek elhelyezésére július 30-áig van lehetőség a város 4 pontján. A Szabadság téren, az Evangélikus templom előtt, a Gubodi park Rákóczi út felüli részén, a Sportcsarnok előtt, a Vörösmarty téren a faházak oldalában, valamint a Balcsi-Zsilinszky téren a volt Ökovíz Kft. Épülete mellett. A 13 éves Bárány Csongor és családja is lényegesnek tartja a hulladék szelektív gyűjtését. Csongor azt is elmondta, miért káros, ha szétszórjuk, eldobáljuk a hulladékot. Nagyon rossz, hogy az erdőben szétdobálják, mert rontja a növények fejlődését és az összképet. A tárolókban elhelyezett palackok és befőttes üvegek sajnos nem mindig kiürített vagy megtisztított állapotban kerülnek elhelyezésre. Az önkormányzat kéri, hogy a konténerekbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot helyezzenek el.